Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság, köszönöm a meghívást, valóban harmadszor vagyok itt, de ne reménykedjenek abban, hogy a környezetbiztonság különböző aspektusait fogom részletezni. Arról fogok beszélni, amihez jobban értek, hogy a környezettudomány az mennyire objektív. És a fő probléma, amivel meg fogják látni azt, hogy a mainstream fősodorvonalú környezettudomány egészen egyszerűen rossz tanácsokat ad hazánk környezetbiztonsági kérdéseinek megítéléséhez, a nagy kérdésekhez, a kis kérdésekhez neki. Elméletileg Sir Roger Scruton az, aki megfogalmazta, hogy vannak a helyi szempontok, és vannak a globális szempontok, és a kettő közül választani kell. Én is ezt vallom, ezt majd látni fogják az előadásban. Gyakorlatilag pedig, hát itt előkerült Oroszország, Belorussziát is tudom mondani példának. Tudom mondani az Egyesült Államokat, Ausztráliát, igenis, ott miniszterelnök választás sikere függött attól, hogy igen, nem a klíma dogmatikusok adják a kormányt, hanem a másik oldal, és mindenek előtt Izrael talán, aki a saját érdekeit a környezetbiztonsági, környezeti kérdésekkel össze tudja egyeztetni. Tehát nagyjából ezek a példák. Nekem a környezeti kérdések olyan 12 évvel ezelőtt álltak össze, akkor volt egy olyan akció, hogy Földbolygó nemzetközi éve, a Nemzeti Bizottságnak a titkára voltam, én előtte környezettudomány, elektromágneses geofizikával foglalkoztam, környezettudományi kérdésekkel a Soproni, aztán Nyugat-Magyarországi Egyetemen, de maga ez az egész rendszer számomra 2007-2008 táján állt össze, és 2011-ben tartottam itt az első előadásomat, aminek a lényege az volt, hogy a éghajlatváltozás csak egyike, a nagyon-nagyon sok környezeti kérdésnek ennél sokkal fontosabbak vannak, és azokkal foglalkozzunk, aminek egészen biztosan antropogén oka van. Amiről nem tudjuk, azzal teljesen fölösleges foglalkozni. Körülbelül második előadás is ilyesmiről szólhatott, és most ez a harmadik, tehát tavaly novemberben tartottam két előadást, azt hiszem, hogy az interneten az meg is van, akkor azóta nekem a gondolataim egy kicsit másfelé fordultak, Ötvös Loránd emlékévnek lettem a koordinációs tanácsadó bizottság, a koordinációs testületének az elnöke, és hát minden időmet ez az Ötvös Loránd emlékév köti le. De rátérve a környezet tudományra, ugye a természet tudománynak a célja, ugye van természettudomány és van társadalomtudomány. A társadalomtudománynál teljesen biztos, hogy az előítéletek, értékek, érdekektől a következtetés az nem lehet független. A természettudományokban az a szerencsés, és az a szép, és az a jó matematika, fizika, kémia, hogy teljesen függetlenek a következtetések és az eredmények a világnézeti meggyőződéstől, tehát muszlim, zsidó, keresztény, matematikus, fizikus mind együtt tud működni, és ugyanazokra a következtetések jutnak. Vajon mi a helyzet a környezettudományban? Erre fogok rámutatni. Mi a természet és mi a környezet? Ugye a környezet már egy érdekes probléma, az már nem kérdés, már fogalom, már nem ugyanaz, mint a természet. Végig szaladunk az eredetén, történetén, a környezettudomány környezetpolitikai szerepén, aminek a fő eszköze a klíma, a klímapolitika. A klíma dogmára ki kell térnünk, mert ez az egyik fő tartó oszlopa ennek az egésznek, és hát majd arról is fogunk beszélni, hogy mi következik mindenből. Hát 1892-ben, rektori beszédében Ötvös Loránd még nem környezetről beszélt, hanem természetről beszélt, és azt mondja, hogy Földünknek bárcsak egy négyszögméternyi területe a rajta észlelhető fizikai változásokkal és életjelenségekkel több dolgot ad a kutató észnek, mint a világtérben szétszórt csillagok járása. Ilyen nagyon szépen fogalmazza meg a gondolatait, tehát rengeteg kutatni való van a természetben,
ha úgy tetszik, közvetlen környezetünkben, nem kell nagyon messzire menni, ez akár a környezettudomány alapvetése is lehetne. De aztán 1992-ben, 100 évvel később, az nem véletlen az időpont, ez a Riói konferenciának az időpontja, a környezettudomány a természet és az ember viszonyának megismeréséről szól. A legfontosabb ember-természet kölcsönhatások feltárása a célja, és az úgynevezett nem kívánatos hatásoknak a kiküszöbölése. Na most ezt nem az ember és a természet kölcsönhatásba mondja meg, hanem ezt az ember mondja meg, hogy melyek a nem kívánatos kölcsönhatások. A környezet maga azon természeti elemek összességét jelenti, amiket az ember, azaz a környezettudomány fontosnak tart. Tehát van egy természet, egy Isten adta természet, de csak azt tekintjük környezetnek, amiről azt mondjuk, hogy fontos. Nekem voltak olyan vitáim a Soproni Egyetemen, hogy fontos-e a légkörnek az oxigén tartalma. Azt mondták, hogy nem, csak a széndioxid fontos, azt környezettudományhoz tartozik, az oxigén az nem tartozik a környezettudományhoz. Ha komolyan végig gondoljuk azt, amit a környezettudomány saját céljáról és saját maga a környezet definíciójáról ír, akkor nagyon egyszerű logikai következtetéssel jutunk el ahhoz, hogy a környezettudomány eredendően nem objektív. Mindig azoknak az érdekét fejezi ki, akik megfogalmazzák, hogy mik a fontos és mik a fontos, nem kevésbé fontos kérdések. Jó? Tehát ez egy alapgondolat. Maga a környezettudomány is a 60-as éveknek a környezeti mozgalmában jött létre. A 62-ben, három példát mondok, tehát 62-ben Carson Néma tavasz című könyvenek egy globális mozgósító ereje volt, de arról ismerjük ezt a Néma tavasz című könyvet, ugye, amikor azt mondja, hogy madarak sem lesznek majd, a Silent Spring, a DDT miatt. De a DDT-nek két oldala van, tehát nagyon sok ember életet mentett meg, konkrétan Afrikában, elmaradott helyeken, tehát életben tartott embereket, amely a DDT-ért orvosi Nobel-díjat adtak pár évvel, vagy egy évtizeddel azelőtt, és hát nem tudom, mi lett azzal a Nobel-díjat, tehát egy óriási hatású szer volt, mert hogy ki lehet mutatni a maradványait jelente, mindent ki lehet mutatni, kellően érzékeny eszközökkel mindent ki lehet mutatni. 90-es években, ugye, tehát a globális mozgósító erő elnyomta azoknak a helyieknek a véleményét, akik esetleg a DDT-t a saját helyi érdekük miatt szerették volna megtartani. A 90-es évek Európai Uniós jogharmonizációjából talán emlékszünk arra, hogy az ivóvíz arzén tartalmát Magyarországon azért kellett újra szabályozni, mert azt kellett figyelembe vennünk, hogy az Európai Unió nagy nemzetei mennyi tengeri élelmiszert fogyasztanak, és ahhoz már nagyon kevés arzen tartalom fér be, tehát ezért a békési ivóvizeknek egy részét azt alkalmatlannak kellett nyilvánítani. Tehát igaz, hogy Békésben sokkal kevesebb tengeri herkentyűt fogyasztanak, de mégis alkalmazkodni kellett a külső érdekekhez, ahelyett, hogy a helyi viszonyokhoz igazodtunk volna. Aztán a medveügy Erdélyben. Hát tudjuk a helyieknek az álláspontját, de tudjuk a környezetvédő és a természetvédő, állatvédő nemzetközi globális szervezeteknek az álláspontját erről a kérdésről. Hát ez egy csak három kiragadott példa, de minden évre lehetett volna sok mindent mondani. Tehát én szerintem van egy ilyen képlet, hogy egyik oldalon vannak a helyiek, akik jelentenek egy bizonyos érdeket, és szerintük fontos valamilyen tényező. A másik vagy a hatóságok, vagy a hódítók, vagy egész egyszerűen a haladás, és milyen érdekes, hogy csupa H betűvel, alliterációval ezt össze lehet állítani. Tehát a másik oldalon pedig van egy nagy egységnek, van egy bürokrata rétege, van egy ismeretlen háttérerő,
amely egy másik dolgot képvisel. Na most ebbe a Roger Scruton-nak a magyarul is megjelent könyvét ajánlom mindenkinek figyelmébe. Nekem ez év elején a Magyar Nemzetben megjelent egy egyoldalas cikkem a Vélemény rovatban, a Roger Scrutonnak a 2018-ban magyarul is publikált könyvéről. Egyébként 2010-ben írta angolul a könyvet, és az eltelt 8 év még izgalmasabbá tette, mert 2010-ben még fogalma se volt arról a migrációs válságról, a 2015-ből, a 2016-os, 17-es, meg a 18-as eseményekről, nem beszélve az idejekről. Tehát ragyogó elméleti alapját adja annak, hogy miért kell mindig a környezeti problémákban a helyi embereknek a véleményét figyelembe venni, a központi, az úgynevezett központi, lehet mondani hatósági, hódító vagy haladást képviselő véleményekkel szemben. Hiszen mindig valami előre felállított koncepciót akarnak megvalósítani, miközben a helyiek pedig egy éppen aktuális problémát. Szigetközt például Magyarországon gyönyörű jelképe ennek a konfliktusnak. Erről a Roger Scruton nem tudott, de nagyon érdeklődik Magyarország iránt, hiszen a V4-ek konferenciáján Varsóban múlt héten tartott előadást, és a tegnapi Magyar Nemzetben van neki is egy egész oldalas cikke. És a környezettudománynak egy nagyon fontos környezetpolitikai szerepe van, ami megnyilvánul az ENSZ fenntartható fejlesztési célkitűzésekben. Ez angolul SDG, de hogyha elnök úrnak mondom azt, hogy SDG, nem arra gondolunk, egyikünk se arra gondol, Solideo Glóriára gondolunk, de szó sincs itt Solideo Glóriáról, az ENSZ Sustainable Development góljai között. Látjuk, hogy egy nagyon-nagyon össze-vissza rendszer az, amit még a Magyar Tudományos Akadémián is ajánlanak, hogy ehhez alkalmazkodva végezzük a kutatásainkat. Eléggé kaotikus. Mi mellé tettünk 2009 és 2012 között Brezsnyánszki Károllyal, aki ennek a Földbolygó Nemzetközi Évnek az elnöke volt, én pedig a titkára, mellé tettünk egy átlátható rendszert, mégpedig elővettük egy Nobel-díjas kémikusnak a javasolt rendszerét. A nyersanyagok, azt hiszem ez nem volt benne, tehát az energia és az ásványi nyersanyagok jelentik a legfontosabb környezeti tényezőt, mellette az ember szempontjából utána az édesvíz, hogyha van energiánk, édesvízünk, akkor meg tudjuk művelni a talajt, lesz élelmiszerünk, és akkor már foglalkozhatunk azzal, hogy a környezet egészséges vagy nem, és hogyha társadalmi kérdéseket akarunk megoldani, akkor ezeknek az előfeltétele az, hogy a természeti kérdések rendben legyenek. Tehát ezt javasoljuk teljesen hiába való és falrahányt borsó logikai rendszert belevinni az ENSZ fenntartható fejlesztési célkitűzéseibe. Állítom, hogy a SDG-t uraló káosz csak látszólagos, tehát szándékos inkább ez a káosz, mert közben ebben a nagy rendetlenségben azt csinálják meg, amit akarják. Például kitalálták azt, hogy a 13-as számú az ural mindent, az visz mindent, méghozzá fellépni az éghajlatváltozás ellen. Geofizikus, yeah. Tehát egyszerűen felfoghatatlan, ilyen is van tudománytalan megközelítés. Nyilvánvaló, hogy az ENSZ, most sok, nem akarok ezekbe a ilyen közvetlen politikai kérdésekbe belemenni, de van, képvisel egy, mondjuk a haladó szemléletet, a konzervatív szemlélettel szemben. A haladás ígérete az irányítható tömegeknek felszínes, de minden alkalommal és minden korban felszínes, de vonzó alternatívát kínál. A környezettudományban én magam sem vettem észre, még Havai Jóskával, a Veszprémi Egyetemen környezettudományi szaknak a megalapítójával, én Sopronban csináltam meg a környezettudományi szakot, mert egy természettudományi szak nélkül nem egyetem az egyetem, gondoltam, és arra ilyen geobio jellegben, ha megvalósítjuk, akkor jó. Tehát oda jó alapok kínálkoztak a Nyugat-Magyarországi Egyetemen akkoriban, és mi is hirdettük, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. De ennek lett egy másik értelmezése is, hogy ez a think globally, act locally,
hogy nem azt kell, nem azt gondolták ennek a terjesztői az alatt, hogy tegyük azt, ami a leghelyesebb helyben, hanem a nemzetközi elvárásokat helyben valósítsuk meg. Világos az értelmezésnek a különbsége? A másik ilyen, amivel hát kezdettől fogva nem tudtam megbékélni, mondom az elsőt, azt magam is hirdettem, de nem úgy gondoltam, mint ahogy terjesztették, mint ahogy kellett volna gondolnom, az elővigyázatossági elv, ez pedig nem más, mint a bizonyítási kényszernek a megfordítását jelenti. Tehát van valakinek valami feltételezése, akkor rögtön akciózni akar, anélkül, hogy bebizonyítaná. És nem az ártatlanság védelmét jelenti ez az elővigyázatosság jelv, hanem a bűnösség védelmét. És azzal szemben alkalmazzák, akivel szemben akarják alkalmazni. Tehát kettős mérceként használják a precautionary principle-t. A 2012 körül találkoztam Galajda Péter lendületes kutatóval, akadémiai kutatóval, és biztos, hogy ez a 16-os előadásomban szerepelt ez a természettudományi hasonlat a helyiek és a hódítóknak a viszonyára. Ez egy mikrobiológiai jellegű hasonlat, ők rendesen mikroszkópban kutatták a különféle típusú baktériumoknak az együttélését. Két törzset tettek egymás mellé, egyiket azt lehetett mondani, takarékos volt, és azt lehetett mondani erre, hogy együttműködő, tehát megosztja a másikkal, amilyen van. A másik pedig mindent magának akar, tehát önző típusú baktérium. És amikor azt csinálták, hogy nagyon sok kis életteret hoztak létre, akkor csak egy-kettő önző baktérium tudott megélni az együttműködő baktérium csoportok között a különböző életterekben. Akkor elkezdték ezeket az élettereket egymáshoz nyitogatni, akkor egyre több lett az önző baktériumoknak a száma, és amikor végül egyetlen nagy globális, vagy na, ez már az én geofizikai meglátásom, amikor ezt meghallottam, ezt a tudományos eredményét Galajda Péternek, amit hollandokkal együtt tett közzé, amikor egyetlen élettérré alakította, egyesítette az összes kis életteret, akkor az önző baktériumok lettek uralkodók, és elpusztították előbb az együttműködőket, utána egymást is elkezdték fölzabálni. És amikor ezt a beszámolóját a lendületesek között, a Pálinkás József elnök úr előtt, én akkor kutatóintézeti főosztály vezetője volt, megtartottam, szinte felsikítottam geofizikusként, hogy ez a globalizációnak a folyamata, ami megy. Tehát még egyszer mondom, hogy biofizikusok voltak, mikrobiológiai, korrekt kísérletek alapján, ez valami, tehát sajnos van egy ilyen természeti törvény, és hát miért, kicsit különböző dimenzióban, mint a baktériumok, de miért lenne ez másképpen? Tehát innen adódik a feladat, hogy a helyiek és a hódítóknak a konfliktus az meg van írva, és hát nem kérdés, hogy melyik oldalon állunk. Van egy másik fejlemény is, 2000-re vezethető vissza ennek az eredete, az advocacy research-nek a fogalma. Sokáig nem tudatosult bennem, talán úgy lehetne magyarul lefordítani, magyarra lefordítani, akinek van jobb ötlete, akkor az mondja, hogy pártoló kutatás. Tehát nem arról van szó, hogy valamit önzetlenül kutatunk, és utána annak az eredményét közzétesszük, hanem eleve azért végzik az advocacy research-ot, ezt a kutatást, hogy igazoljanak koncepciókat. Van ilyen? Persze, hogy van ilyen. A projektkutatásoknak a nagy része az ilyen, mert a finanszírozó várja az eredményeket, és ezt, akinek pénzre van szüksége, ezeket az elvárásokat teljesíti. Tehát ez az advocacy research, talán pártoló kutatás, még sehol nem írtam le, de jó lenne kitalálni egy megalapozott magyar fogalmat rá. Ezt a pártoló kutatást általában nyomásgyakorló, lobby és érdekcsoportok, például szakszervezetek, esetenként politikai pártok, újságírók és kutatók végzik. 2000-es a forrás. Ismerős a jelenség? Azt hiszem ismerős. A
Ugye a környezettudomány fősodorvonala klímapolitikai eszköz a globális kormányzást akaróknak a részéről. Ezt már Celnai Rudolf is megmondta, bár a Rudival elég sokat vitatkoztunk a klímamodellezésnek az értelméről, pontosságáról, jelentőségéről. Kicsikét másképpen láttuk ezeket a kérdéseket, de meg lehet nézni 2011-ben a természet világában mit írt. Machiavellitől tudhatjuk, hogy a sikeres politika titka az, hogy a ráció mellett, ami fontos, szükség van valamilyen maszlagra is a tömegek számára, mert a rációra a tömegek ritkán vevők. No már most, ha az energiaügy a ráció, és azt a klímaügy mögé eldugják, akkor ez azt jelenti, hogy a klímaügyet maszlagnak tekintik. Ez megnyitotta a baromfi udvar kapuját a rókák előtt. Így a politika mögé bújva beindult az évezred talán legnagyobb üzlete, a klímabiznisz. A IPCC-nek a titkára, ez az Ottmar Edenhofer, meg is mondja, hogy a klímapolitika újraosztja a világnak a gazdaságát. Ezt ő nyilatkozta 2010-ben. De már tulajdonképpen 1992-ben ezen a Riói konferencián, sőt a Riói konferencia előtt, ez a Maurice Strong, aki meg volt bízva eznek az egésznek az előkészítésével, egyébként hétpróbás gazember, Kínát becsapta, Egyesült Államokat, utána lehet nézni a életrajzának. Hát ő akkor véletlenül elszólta magát, hogy véget ért a hidegháború, és most kezdődik a környezeti háború. Igenis van stratégia mögötte. Lehet, hogy Celnai Rudolf ezekről is tudott, nem írt konkrétan mindenről, csak az ő véleményét a maga könnyed formájában megjelentette a természet világában. Az eddigieket összefoglalva, értéksemleges környezettudomány nincs. Tehát fejezzük be ezeket a szigorúan objektív, függetlennek tartott környezettudományi vitákat egymással, mert nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kit milyen értek mozgat mellette. Alapvetően kétféle érdek van, vagy ideál az ember ebben a frontban, vagy pedig odaáll. A környezettudományt ma a globalista érdekeket szolgáló advocacy research uralja. Következtetés. Környezetbiztonsági tényező, hogy a kettő közül melyik szemüveget vesszük fel. Yeah? Tehát a helyiekét vagy a hódítókét. Na most a klímapolitika az nagyon jó, mert az egy egyváltozós globalista eszköz. Nagyon egyszerű dolog, mert ugye van egy CO2, légköri CO2, és akkor mindent az éghajlatváltozásra húznak rá, akármilyen környezeti változásról van szó, holott ezt már 10 évvel ezelőtt is megmutattuk, hogy ugye minden változik, tehát pont a rej, tehát egyszerűen a éghajlatváltozás is egyik összetevője az összes változásnak. Ezt gyakrabban kellene mutatni, ezt a geológiai léptékű ábrát, a széndioxid tartalom és a hőmérséklet között lehet látni, hogy 4,6 milliárd évre egyáltalán semmi korreláció nincsen a széndioxid szint és a hőmérséklet között. Elfelejtettem mondani, hogy tehát a dogma az a központi eleme a környezettudománynak, növekvő széndioxid kibocsátás, következményeként erősödik az üvegházhatás, és ezért van a globális felmelegedés. Tehát ez az, amit én így együtt dogmának tartok, és sokan mások is. Tehát nem a szkeptikusak vagyunk a környezetváltozást, a hőmérsékletváltozást illetően, igenis vannak, és mindig is volt, és lesz is, hanem na most, hogyha néhány százezer évre megyünk vissza, akkor ismerjük talán a Milankovics ciklusoknak az eredményeit, nagyjából százezer évként vannak ilyen hőmérsékleti maximumok, és hát nem csak a tudományos ábrákon lehet látni, hanem az El Calafatei, ahol volt szerencsém járni Patagóniában, hogy ez a mostani hőmérséklet emelkedés, ez nem is a legnagyobb, ami volt, viszont elég régóta húzódik, most már 10 000 év óta van ilyen melegebb időszak. Tehát az látszik, hogy a CO2 szintváltozás az a hőmérséklet változáshoz képest késik.
ezeken az ábrákon. A piros a CO2, a kék a hőmérséklet, tehát ez kb. Mióta ezt felfedezték, azóta vitatkoznak rajta, de hát az adatok egyértelműek, hogy előbb volt mindig a hőmérséklet változás, és utána pedig a szén-dioxid változás. Nagyon jól ismerjük talán ezt a diagramot, hogy a korreláció, a CO2 és a T közötti korreláció is, még az sem teljesen szoros, hiszen volt egy időszak 1940-1970 között, amikor negatív korreláció volt, viszont pozitív korreláció később 70-től 90-es évek végéig, aztán egy nagyon gyenge korreláció. Ez a szén-dioxid emelkedésnek a görbéje, Keeling görbének hívjuk, a Nemzetközi Geofizikai Évtől kezdve kezdte ezt mérni a déli sarkon, és a Mauna Loa mellett. Még lesz szó erről a Keelingről. Azt is, az is érdekes, és elgondolkodhat bennünket, hogy az északi és a déli félgömbön, ugye a kék a déli félgömb hőmérséklet változása, a piros az északi, mekkora eltérés alakult ki. Azt állítja a Willisun barátom, amerikai kollégám, aki lebukott az utolsó klímaszkeptikus kutató néven, a címmel a New York Times-nak a címoldalára került néhány évvel ezelőtt, és hát sajnos minden magyar napilap is lehozta ugyanezt a cikket, hogy a különbséget az okozza, hogy nagyon sok szárazföldi észlelés van, és jellemzően beépített helyeken, ez egy amerikai meteorológiai állomás, végzik a hőmérsékleti méréseket, és valójában amit mérünk, az északi félgömbön az azért magasabb ez a hőmérséklet emelkedés, mert a városi klíma az valóban antropogén eredetű, az látszik. Itt van Tokiónak a példája, a piros egy nagyváros, Tokió, ez még az északi félgömbön van, és ez pedig a déli félgömbön egy jellemző állomás, ahol nincsen városi klíma, de hőmérséklet emelkedés sincsen. Na most ez pedig magától Keelingtől származik, nem láttam publikálva, csak utalást hallottam, hogy 2005-ben, amikor egy nagy díjat kapott az ő szén-dioxid mérő munkásságáért, akkor volt neki egy tanulmánya. Én a családtól elkértem a Keelingnek az ábráit. Ezen azt lehet látni, amikor a trendektől elvonatkoztatunk, hogy hogyan változik meg évente a hőmérséklet, és hogyan változik meg a szén-dioxid, a folyamatos a hőmérséklet, a szaggatott a szén-dioxid, azt látjuk, hogy előbb vannak mindig a hőmérsékleti csúcsok, és ezt követik a szén-dioxid csúcsok. Egyszerű, mert ugye magasabb a hőmérséklet, az óceánok kevesebb szén-dioxid tudnak magukba tartani, tehát következésképpen kieresztik a levegőbe. És amikor megcsinálom a hőmérséklet változásnak a szén-dioxid változásnak a deriváltját, akkor kerül azonos fázisba. Tehát akkor van a legnagyobb hőmérséklet szén-dioxid változás a légkörben, amikor a szén-dioxid változás a légkörben, amikor a hőmérséklet a legmagasabb. Ugye? Tehát így fizikailag is stimmel az összefüggés. Hát ez volt Keelingnek az egyik tudományos eredménye, ami nem kapott akkora nyilvánosságot, mint a másik. Többi. Na, ez pedig a klímamodellezésnek egy összefoglaló ábrája. 102, úgy emlékszem, hogy 102 különböző klímamodell mutatnak, és ezeknek az átlag görbéjét lehet itt látni. Azon kívül a mérési adatokat tüntetjük föl. A zöld körökkel ezek a hőmérsékleti ballonok, aztán a kékkel a műholdas adatokat, és ezzel a lilával, a lila ilyen rombuszokkal pedig a földi méréseknek az eredményeit mutatjuk, és lehet látni, hogy a klímamodellezés, amit mond, annak az eredménye felese igaz, hiszen bizonyos időszakra, hogyha nézzük, akkor 0-tól 0,4 fok, amit a valóság mutat, és tehát a műholdas, a
léggömbös adatok és a felszíni adatok, és több mint egy fokos hőmérséklet növekedést mutatnak a piros görbék. Egy klímamodellezés van, amelyik a valóságot többé-kevésbé leírja, és pontosan azért, mert nem teszi előfeltétellé, hogy a széndioxid változás okozza a hőmérséklet változást, ez pedig egy orosz modell. Érdemes ennek a nevével megismerkedni. INM-CM4, azóta már van INM-CM5 modell is. Ez tisztességesen figyelembe veszi a trendeket. Amiről még nem lehet tudni, vagy nem eléggé közismert, egy másik lendületes kutatóval mutattam meg ezt az ábrát, ezt mindenki ismeri, a jégtáblás jegesmedvés képeket. 2010-ben jelent meg a Science-ben, de azt már nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy május 7-én, hogy 3 nappal később a Science helyreigazítást tett közzé, hogy ez egy valótlan ábra. Ez egy valótlan ábra. Ezt a ábrát, ugyanazt a jégtáblát, ugyanazzal a hullámzási rendszerrel, felhőrendszerrel lehet látni pingvin formájába, amit a megrendelő akar, tehát előállítják. Tehát azért ez nem mindennapi dolog, hogy a Science, tehát korrigálta magát, de nagyon nehéz most megtalálni a korrekciót az interneten. Aztán tehát idén tavasszal jelent meg egy könyv, hogy a jegesmedve katasztrófája, ami soha meg nem történt címmel. De ez egy külön vonulat. Azért is foglalkoztattam jeges kérdésekkel, nem tudtam, hogy ilyen hőség lesz, hanem mert tavasszal 2 hetet Argentinában töltöttünk, és hát íme van olyan gletszer is, ami 1899-től mostanáig több száz métert húzódott előre. Tehát nem vissza, hanem előre. Tehát nagyon-nagyon változatos a természet, és mindig akkor szakad le, amikor eléri a partot, akkor olyan feszültségek keletkeznek, hogy a víz nyomás különbsége a két oldalon, az alagutakat fúr a jégfalban, leomlik, akkor persze oda mennek a világnak a fotósai, és akkor rögzítik, hogy na már megint pusztulnak a jéghegyek. Ez pedig egy igazi geofizikai ábra. Az Antarktisznak a jégtömeg változásait műholdas mérésekről meg lehet határozni. Vannak magyar kutatók, akik ezzel foglalkoznak. Földvári Lórándnak hívják, az Óbudai Egyetemen, Székesfehérváron dolgozik a Lóri, akik az eredeti GRASS adatokat, műholdas, gravitációs műholdas adatokat feldolgozták, és azt találták, hogy jégveszteség, tehát tömegveszteség az Antarktiszon itt, ezen a délnyugati részen van, és itt ezen a délkeleti részen található. A zöld az bizonytalan, a barnán pedig tömegnövekedés van, tehát jégtömegnövekedés van. De másoknak is ugyanezt mutatják a feldolgozási eredményei. És hogyha mellé tesszük a geotermikus hőáram értékeknek a térképét az Antarktisz alatt, akkor látjuk, hogy a geotermikus hőáram értékek azok magasabbak, mint a Pannon-medencében, a délnyugati részen. És valóban a tengervíz meleg felszín alatti vulkáni jelenségek miatt. Hát természetes, hogy ott fogyasztja a jeget, máshol viszont a jég tömeg növekedése tapasztalható. Na most egy nagyon bosszantó cikk, és az a Jonathan Bamber, aki az EGU-nak az elnöke és az ötvös ingáról hát nagy elismeréssel beszélt, meg arról a kiállításról, amit mi Bécsben szerveztünk, megjelent egy cikke őneki, hogy a műszeres mérések ellenére, a nagy bizonytalanságok ellenére, ők szakértői véleményeket gyűjtöttek össze, hogy hogyan alakul a Földnek a jégtakarója. És azt mondták a szakértők, hogy sokkal jobban fog majd ez csökkenni, mint ahogy a mérési eredmények mutatják. Kész, pont. Ez ment ki a médiába, ezt hirdették. De az éghajlat akkor is, nem tudom hány percen van, ezt elfelejtettem megnézni. Jó, tehát most arról szeretnék beszélni, hogy az éghajlat
akkor is szükségszerűen változik a Földnek egy adott pontján, hogyha semmiféle kényszererő nincsen. Az egyetlen állandó a változás maga, ugye Héraklitosz óta tudjuk, hogy a Pantarej, minden folyik. Most ez egy diffúziós egyenletre vonatkozó hasonlósági feltétel. Én sokat foglalkoztam elektromágneses hasonlósági feltételekkel, ilyen hidrodinamikaiakkal nem, de ma azt is elő szeretném szedni, hogy mit mondanak, amikor van egy kis rendszer, meg van egy nagy rendszer, akkor milyen periódus idők alatt tud végbe menni nagy rendszerben az a jelenség, ami a kis rendszerben ismert idő alatt megy végbe. Hogyha mondjuk van egy egyméteres eszközünk, a diffúzió azt mutatja, és annak az idő állandója, mondjuk periódus ideje 1 millisekundum, akkor földi tömegekre fölnagyítva, és hát nagyjából mondjuk 6000 kilométerrel beérjük, akkor több mint 1000 éves periódus időt kapunk. Ugye? A diffúziós hasonlósági feltétel következtében. Na most, hogyha előveszünk egy hegedűt, vagy akár egy orgonát, aminek lenyomjuk a billentyűjét, annak az orgonának a hangja nem egyszerűen egy szinuszos jel, hanem abban vannak mindenféle felharmonikusok, amik az egész hangszínét, az egész a zenének a szépségét adják. Ugyanúgy, hogyha egy hegedűt egyenletes vonóhúzással húzunk, az is itt van az idő függvényében, hogy milyen jelet ad ki, és itt van az a néhány millisekundum alap, és utána valahol fönn vagyunk. Na most, hogyha ezt fölnagyítjuk, ez persze nem diffúziós egyenlet, tehát ezért ez még egy tanulmányban nem merném így ezzel az ábrával leközölni, akkor a Föld, mint hangszer, akkor ezek nem millisekundumok, hanem ezer évek. Ezer évek lehetnének. Egyetlen egy kis változás benne lehet akár 100 év. Tehát valahol benne ülünk most mondjuk ezen a változáson, és akkor azt mondjuk, hogy a széndioxid okozta. Holott semmiféle változásnak nem kell menni, hogy ez 10 év, 100 éves, vagy 10 éves, 100 éves, akár 1000 éves változásai legyenek a Földön az éghajlat változásának. Hatalmas méretű turbulens áramlásokról van szó, ugye az óceánra, hogyha gondolunk, tehát teljesen természetes, hogy ezeknek, de hogy a hegedűre is gondolhatunk, az orgonára is, de a földi rendszernek a bonyolultságára, hogy éghajlat a kényszererő nélkül is folyton változik. Természetesen a kényszererők is változnak, és biztos, hogy a nap is változik. A napfoltoknak a járását, azokat ismerjük, a naptevékenység változik, tehát a nap az teljesen biztosan változik, de kicsit groteszk megjegyzés, számos tanulmány és az éghajlati katasztrófa kutatás legnagyobb szakértői által véghez vitt legfelsőbb szemléletű, mélyreható kutatási projekt alapján megállapították, hogy nincs mód a nap adóztatására. Következésképpen a napot teljesen kizárták az éghajlat változás lehetséges okai közül. Oké? Okay? Ezt a whatsappwithdet.com-on meg lehet nézni 2018. december 23-án, és Very soon the sun also warms címmel, a nap szintén melegszik címmel nem régiben küldött meg egy előadást, azzal, hogy terjesztem, és hát ezért is kellett, még ezt te sem láttad, ezt az ábrát, azért is kellett ezt betennem. Tehát Magyarország környezetbiztonsági döntései előtt nézze meg, hogy ezek a kívülről jött jó tanácsok valóban jó tanácsok-e. Hogy nem advocacy researchről van-e véletlenül szó, vagy pedig annál is rosszabb valami tudatos manipulációról, hogy adjuk el a varázsszert ezeknek a bolondoknak, vegyék meg a csomó szélkereket, majd mi a szénnel, olajjal, az igazi energiaforrásokkal rendelkezünk, és majd úgyis ki lesztek nekünk szolgáltatva. És adjunk a semmit sem érő varázsszerekért minél többet. Ugye, a hibás kiindulási alapokat el kell vetni mindenek előtt ezt a széndioxid dogmát. És minden, ami ebből következik, mindent újra kellene tárgyalni. És a környezeti kérdésekben a szubszidiaritási megközelítés lenne, tehát ahol a legalacsonyabb
szinten, a legközelebb a természethez, ott kellene eldönteni. Követendő elméletnek Sir Roger Scruton tartom, olyan, amilyen, de jó gyakorlatnak Izraelt, USA-t, Ausztráliát. Nagyon jó példa hangzott el Oroszországról, és tegnap voltam 50 éves konfirmációs találkozómon, ott olyan világosan elmagyarázták, hogy Belorussziában micsoda rend és tisztaság van, és mennyire ügyelnek a környezeti szempontokra, a természetnek a tisztaságára, megőrzésére. Meglepő volt hallani. Milyen belső nehézségeink vannak? Hát az, hogy a klasszikus fogalmakat, hogy például megelégedettek lennénk azzal, amink van, ezt leváltják, és már a gondolkodásunkat is megpróbálják ezekkel az új divatos fogalmakkal befolyásolni. Én, mint a MTA CFK-nak a főigazgatója, az voltam december 31-ig, rendkívül sokat bosszankodtam azon, hogy integritási szabályt kell készítenünk. Az erkölcsöt az Európai Unióban leváltják, és ilyen megfoghatatlan integritás szóval, tehát aki csal a kutató központja vagy a cége érdekében, az nem erkölcstelen, ez logikailag levezethető volt, hanem ugye, erkölcsileg az esetleg elmarasztalható, de az integritásnak, integritásba belefér a cég érdekével történő csalás. Tehát ez egy közvetlen következménye volt. Apróság, csak nagyon-nagyon sok ilyen új fogalom van, és most jön ez a, nem is tudom, svédiáklány, ugye? Fiatalságot folyamatosan mérgezik. Ugye nem energia hétfő van most már, hanem klímapéntek. A klímapéntek. És a hazai elit réteg készséggel magáévá teszi a globális eszméket. És ezt mondom sajnos a konzervatív bölcsészeknek az egy részéről is, akiknek nincsen természettudományi műveltségük, nagyon-nagyon könnyen befolyásolhatok. Én szoktam nézni régebben az Echo TV-ben, most a Hír TV-ben a beszélgetést ezekkel a Jeszenszky Gézájékkal, a többiekkel. Ők is elfogadják ezeket az alap tételeket, amiket hirdetnek, meg se fordul a fejükbe, hogy már abban is hazugság áldozat. A Jeszenszky Zsoltra gondolok, igen. Nem tudom mi a műsor, Terc, meg a többi, tehát ez jó különben, csak néhány nappal bosszankodtam rajta, hogy lenne nevelni való rajtuk. Azért vannak lehetőségeink. 2019 májusában, júniusában lehult a lepel sok mindenről, így a klímapolitikáról is, hogy mi a klímapolitikának a mozgató rugója. Látjuk, tehát tisztulnak a viszonyok, vannak a nemzeti elkötelezettségi, mondjuk patrióta érdekcsoportok, pártok, és hát kialakul ugye a zöld párt, ami az elhűített nyugat-európaiaknak a összefogó csatornája. Remélem azt, hogy a természettudományi műveltséggel rendelkezőknek idehaza a korábbinál nagyobb tér fog nyílni. És úgy érzem, éppen a tegnapi nagyhalászi találkozó alapján, hogy mi természettudományi műveltséggel rendelkezők számíthatunk a józan, zömmel vidéki embereknek a támogatására. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.